Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi az ő terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lara számára. Kedves Lara, üdvözöllek téged, ez a te videód, és szeretnék tudni, hogyan tovább, mi a terve. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. Ez a férfi a kártyán elfordul bizonyos dolgoktól, és keres egy új irányt. A keze azt jelenti itt, ő kezébe veszi a dolgokat, és a tűz eleme, amit ez a kártya szimbolizál, jelenti azt, hogy ez új irány lelkesíti őt. Nem tudja, hogy hova vezet, de van valami újdonság az ő életében, amire ő most odafigyel. Mi a terve, azt ez a kártya mutatja. Szintén a kéz, tehát kezébe veszi a dolgokat, itt ez az arany érem utal az anyagi dolgokra és az ő hivatására. Itt vannak lehetőségek, itt nyílik egy új kapu, és ezt ki fogja használni. Ő rendbe teszi az anyagiakat. És mi a fókusz, mi az, ami számára most nagyon fontos, azt mutatja itt ez a kép. Megint az arany érmék, az utal az anyagiakra, a hivatására. Ezen a képen látható egy meister, egy tanár, és ő elbúcsúzik itt, mint egy diák, aki most levizsgázott, és kezdi élni az ő saját hivatását, egy új irány, egy új út, de itt bebizonyította magát. Ez az elbúcsúzás arra utalhat, hogy ő elhagyja a munkahelyét, és keres egy új irányt, egy új munkahelyet. De ez a tudás itt, lehet egy más vizsga is az élet iskolájában, amikor ő rájött arra, hogy mik a céljai, mi a hivatása, mit szeretne elérni, és kezd egy új utat. Ki vagy mi befolyásolja őt? Itt van egy terüly-terüly asztalka, egy meghívás, az lehet baráti körben, vagy családi körben, minden olyan kellemesnek tűnik, viszont a 9-es szám korlátozásokra utal. Én ezt így közölném, hogy vannak meghívások, nagy baráti kör, vagy családi ünnepségek, minden olyan kellemesnek tűnik, de ő nem érzi jól magát ebben a körben. És mi változik nála, azt mutatja itt ez a főpapnő. Ez az írás, ez lehet egy levél, egy hír, vagy egy szerződés, egy dokument. Viszont a főpapnő közül még valamit, ő őrzi a titkokat, a sorsok könyvét. Ő biztos abban, hogy lesz egy sorsdöntő, fordulat, sorsdöntő változások, és ebben bízik. Ebben a főpapnőben bízik, az égi hatalomban. Hogy áll hozzád? Azt mutatja ez a fiatal fiú, ami kis lépéseket, kicsi közeledést jelent. A kezében itt ez az arany érem, az természetesen mutatja az anyagiakat, viszont az értékeket is. Te értékes vagy számára. Ami még fontos ennél a kártyánál, hogy ez az arany érem,
a föld elemét szimbolizálja, és a föld eleme az a tettek, a reális dolgok. Ez nem az álmodozást mutatja, hanem a tetteket. Van egy másik nő az életében, itt a kelyhekről van szó, mindkét kártyánál. Egy másik férfi. És ez arra utal, hogy van egy hölgy, aki talán tetszik neki, de van egy másik férfi a háttérben. Az lehet, hogy ez a hölgy egy házasságban vagy egy párkapcsolatban él. Itt vannak lehetőségek, de mindkettő zárkozott, tehát ez arra utal, hogy megvan a szimpátia, de nincs köztük egy párkapcsolat. És mit szeretne veled kialakítani, ezt mutatja itt a hold. A hold tükrözi az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Te megjelensz az ő álmában, és ő reménykedik abban, hogy köztetek lesz egy szerelmi kapcsolat. Mit tudsz tenni ennek érdekében? Itt kellenek célok, de ne túl sok, hanem egy irány. Ha ő a nagy szerelmed, akkor próbáld ezt meg magadban erősíteni, ebben bízni, és bízni abban, hogy jóra fordulnak a dolgok, hogy ti összejöttök, és erre utal itt ez a kártya is, ez mutatja a jövőt. A kettes szám itt a párkapcsolat, te és ő. Ne a külső hatásokra néz, hanem belülre. Csukd be a szemedet, és próbáld meg ezt így belülről erősíteni, ezt a lelki párkapcsolatot. És most áttérünk az asztrológia területére, mert te ezt a jóslást asztrológiával kérted, az indiai számítás szerint. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol születtél, az oroszlán jegye kelt fel a keleti határon. Az olyan, mint egy napkelte. És az oroszlán jegye, ami befolyásolja a te külsődet, a te fellépésedet és a személyiségedet. Itt található a te aszcendentusod, mégpedig a Magha holdházban. A Magha holdház az Regulus csillag hatása alatt áll. Az azt jelenti számodra, hogy te Regulus csillag hatása alatt állsz, és ő elkísér téged a te sors utadon, a születésedtől a halálodig elkísér téged, ez a csillag melletted áll. Regulus csillag a királyoknak a csillaga. És az lehet, hogy te a korábbi életedben egy ilyen környezetben éltél, és még mindig ez a tartásod, ez a kisugárzásod, ez a fellépésed egy büszke királynő. Itt, ezen a területen, az egyes életházban van Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó a horoszkópodban. Merkur bolygó utal a gyermekkorodra, az ifjúságodra, és segít abban, hogy ki tud magad fejezni, vagy mások szívesen beszélnek veled, hallgatják azt, amit te közölsz, mutatja az intelligenciádat. A Vénusz bolygó, a te szépségedet, a nőiességedet, viszont itt van Szaturnusz bolygó, ami a korábbi években korlátozásokra utal. Később a második életszakaszban Szaturnusz bolygó segít abban, hogy éld
kialakítsd a személyiségedet. Az ő horoszkópjában Plutó bolygó található az oroszlán jegyében, ez az ő belső ereje. Plutó bolygó nem csak ő ráhat, hanem mind azokra, akik ezekben az években születtek, mert Plutó bolygó lassan mozog, de van azért hatás, ez az ő belső ereje. Plutó bolygó szimbolizálja a szexuális kapcsolatot is, és itt az oroszlán jegyében ez olyan nagyon tűzes férfira utal, és van köztetek ez a vonzó erő. A második életházban vannak az anyagiak, a pénzügyi dolgok, az értékek. Ide tartozik a belső érték is. Légy tudatában a saját értékeiddel. Légy magabiztos. Itt, ebben az életházban van a szűz jegye. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, és a szimbolizálja a pénzügyi dolgokat, az anyagiakat, és te nagyon jól tudsz bánni a pénzzel. Itt található a te horoszkópodban Mars bolygó, a te erőd. Tehát itt kell, hogy erőt mutass. Itt nem csak az anyagiakról van szó, hanem a te saját értékedről. Védd meg magad mások ellen, akik megpróbálnak téged lekicsinyíteni, ne hagyd, hogy ők téged megbántsanak. Itt található nálad Plutó bolygó, ez mutatja a te belső erődet. Higgy ebben, hogy te nagyon értékes vagy. A szűz energiája hajlamos arra, hogy mindent úgy átvizsgál és kritizál. Az lehet, hogy mások kritizálnak téged, vagy te vagy kritikus magaddal szemben. Itt kell egy kis könnyűség. Itt található nálad Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó. Ez a felfele mozgó holdcsomó, ez egy kármikus csomó. Mutat számodra egy életutat, egy sorsutat, amit a te lelked kiválasztott, mert ez kell, hogy ezen az úton menjél tovább. Itt tanulsz valamit, és ez az út felszabadít téged. Itt anyagiakról van szó, itt értékekről és belső értékekről van szó. Az ő horoszkópjában szintén itt a szűz jegyében van a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ugyanazt a sors utat választotta ki az ő lelke, mint amit te kiválasztottál. Ennél a felfele mozgó holdcsomónál oda kell figyelni erre az útra, de ez, amit ti nem ismertek. Ez számotokra egy új életterület. Itt nem ismeritek ki magatokat. A harmadik életházban van az élet iskolája. De iskolák is, képzések is. Itt található nálad a mérleg jegye és Uránusz bolygó. Itt, ebben a harmadik életházban tanulod meg az élet iskoláján, hogyan tudnád magadat megvalósítani, bebizonyítani másokkal szemben. Itt, ebben az életházban gyakran vannak ilyen rivális kapcsolatok, konkurencia is. A mérleg jegyében nem könnyű bebizonyítani magadat, mert te szeretnéd, ha minden olyan harmonikusan zajlana le, és ez nem mindig egy jó lehetőség,
nem mindig lehet így a dolgokat rendezni. Gyakran van kihívás, és ha te be tudod magadat bizonyítani, vagy megvéded magadat, előfordulhat, hogy te ezt megbánod, és bocsánatot kérsz emiatt, mert te szeretnéd, ha minden olyan harmonikusan zajlana le. Itt található nálad Uránusz bolygó, ezen az életterületen vannak mindig ilyen meglepetések, valami, amire te nem számítottál. Amit Uránusz bolygó neked itt közöl, amire ő megtanít itt az élet iskoláján, hogy te különleges vagy, te egy egyéniség vagy. Az ő horoszkópjában, a mérleg jegyében található Vénusz bolygó és Neptun bolygó. Ez utal kreatív munkára, vagy egy ilyen művészi területen van tehetsége, de Vénusz bolygó mutatja a szerelmi kapcsolatot és a szív hölgyét, milyen legyen, hogy tudná ezt elképzelni a mérleg jegyében természetesen kellemes, szép, nőies és olyan nyugodt hölgy, amit ő elképzel az ideális párkapcsolatban. Neptun bolygó is a mérleg jegyében található az ő horoszkópjában, ez mutatja az ő fantáziáját, és itt egy bizonyos hölgyről van szó, vagy egy szerelmi párkapcsolatról, viszont Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója, tehát ez az inspirírende erő, ez a belső erő, vagy fantázia, ez megvan nála. A negyedik életház az a mélypont a horoszkópban. Ez a bázis. Egy alap, és erre az alapra lehet építeni. A te horoszkópodban ez a negyedik életház, ami nem csak ezt az alapot jelenti, hanem a te otthonodat is, a Szkorpión jegyében van. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz elemében nem könnyű az alapokat lerakni. Ez csak az érzéseken keresztül megy, mert a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. A Szkorpión jegye mutatja a transformációt, ezt a megújulást, ami az érzelmekre utal. Én ezt úgy mondanám, vannak negatív érzelmek, mint félelmek, és vannak pozitív érzelmek, az a bizakodás, a megbízás, a belső erő és a szeretet. Erre tudsz építeni. Mindig ügyelj arra, hogy átted magad a félelmeken. Itt található nálad egy visszafele tekintő Neptun bolygó. Neptun bolygó mutatja az álmokat, a fantáziát, viszont Neptun bolygónak van egy más jelentése is. Pontosan, ha így visszatekintő, amikor visszatekintesz a múltba, ha mások jönnek ezzel a Neptun energiával, és elmesélnek valamit neked, ami olyan, mint egy álom szép történet, és te hiszel benne, ha ez így van, akkor az erősít téged. Akkor vannak itt jó kapcsolatok. De ha ez nem az igazság, hanem hazudoznak, akkor becsapnak téged, és te csalódott vagy. És ha ilyen csalódásokat átéltél a múltban, akkor te óvatos vagy, kivel építesz ki egy baráti kapcsolatot, vagy egy párkapcsolatot. Te óvatos vagy, ezt mutatja itt, a negyedik életházban, ez a visszafele tekintő Neptun bolygó. Az ő horoszkópjában, a Szkorpión jegyében van a Nap, Mars bolygó,
Merkur bolygó és Jupiter bolygó, tehát nála ez a Szkorpió nagyon-nagyon erős és férfias. Nem csak azért, mert a Nap és Mars bolygó itt van, hanem a Szkorpió jegye felett Plutó és Mars uralkodik, tehát egy erős férfias energia, és a Szkorpió jegye szimbolizálja a szexuális kapcsolatot is. Az ötödik életházban vannak a gyermekek, a gyermekkori emlékek, és még valami, ami nagyon fontos számunkra, amit mi a gyerekektől tanulunk. Az életünket úgy tekinteni, mint egy színdarab, és mi játsszuk itt a főszerepet. Itt tanulunk játszadozni. Itt, ebben az életházban van nálad a nyilas jegye. A nyilas jegye mindig mozgásban van, kell a mozgás. A nyilas jegye mutatja a külföldi kapcsolatokat is, de a sportot is. Ez lehet számodra egy életterület, utazások vagy sport, ahol te játszadozni tudsz. A nyilas jegye gyakran azt gondolja, van valami jobb, valami a távolban, ami sokkal szebb, mint a jelen. És emiatt gyakran nem tudja, hogyan tovább, melyik irányba. Itt kellenek célok, egy bizonyos irány, és pontosan ebbe az irányba mutat a nyilas jegye, az pedig a centrum, a központ, ami tejútunknak, a mi galaxiánknak a központja. Spirituálisan annyit jelent ez a központ, itt vannak a vágyaink, az álmaink. Ha ez az irány, és hozzájön még a tűz eleme, a lelkesedés, akkor a nyilas jegye mindig tudja, hogyan tovább. Ez segít, mert ez adja a kiútat. És nálad itt az ötös életházban, amikor gyermekekről van szó, a gyermekkorodról, vagy a te színpadodról, a pódium, ahol te játszod a főszerepet. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó a nyilas jegyében van, és ez az utazásokra utal, ez lehet egy belső út is. A hatos életházban van nálad a bak jegye. A hatos életház az mutatja a munkát és az egészségügyi dolgokat. A bak jegyében a korábbi életedben itt korlátozások voltak. Nem érezted jól magad a munkahelyen. A második életszakaszban a bak jegye segít neked abban, hogy felépíts valamit, és kapj elismerést a munkahelyeden. Ami az egészségügyi dolgokat illeti, a bak jegye az gyakran utal a fogakra, a bőrünkre, vagy pedig a csontrendszerünkre. Itt a bak jegyében mozog jelen pillanatban Szaturnusz bolygó ez évben és jövőre is. Itt ezen az életterületen lesznek változások, ami a munkádat illeti, vagy az egészségügyi állapotodat illeti. De még visszatérve az ötös életházra, a nyilas jegyében mozog, jelen pillanatban Jupiter bolygó, az ad lehetőségeket, örömöket okoz, szerencsét hoz, és itt mozog Plutó bolygó is, az mutatja, mennyire fontos, hogy odafigyelj erre az életterületre, vagy a gyermekedre, vagy a saját gyermekkorodra, a gyermekkori emlékekre. Itt az ötös életházban, a nyilas jegyében mozog
októberig Kétu a lefele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, ami a múltra utal. És most áttérünk a hetes életházra, ez a descendent, ezzel indul, ezzel nyílik egy kapu a hetes életházra, ami a párkapcsolatra utal. Itt van nálad a vízöntő jegye. Hogy tudod kinyitni ezt az utat, hogy szerencséd legyen a párkapcsolatban, erre utal a vízöntő. Az ötleteid, a spontanitét, és biztos legyél magadban, a te személyiségedben, hogy te különleges vagy, egy különleges személyiségre utal a vízöntőjegye, arra is, hogy okos vagy, jó ötleteid vannak, és a levegő eleme kell hozzá, ez a könnyűség. Így tudod átélni ezt az életterületet. A nyolcas életház az a halált jelenti. Természetesen halál esetet is, vagy egy örökösödési ügyet, de ennek az életháznak egy szimbolikus jelentése van, mégpedig az, hogy gyakran le kell, hogy zárjunk valamit, vagy elbúcsúzzunk valamitől, vagy valakitől, hogy legyen hely új dolgokra. Ezek itt változások. Ezek gondolatok lehetnek, érzelmek, kapcsolatok, vagy tárgyak, vagy egy bizonyos hely az életben. Itt van nálad a halak jegye, és a holdad, azon kívül Kétu, a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra, kármikus témákra utal. Az ő horoszkópjában Kétu, ez a lefele mozgó holdcsomó, szintén a halak jegyében van. A halak jegye mutatja ezeket a megújulásokat. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Mint ahogy mondtam, a negatív érzelmek, a pozitív érzelmek, ezek a változások. A halak jegyében kettő hal van. Pontosan ezt az irányt mutatja. Az egyik irány jelenti a félelmeket, a másik irány a biztonság érzetét. Itt van nálad a hold, és a hold a szimbolizálja az anyukádat, szimbolizálja az anyai érzéseket is, és kihat a belsőnkre, kihat az érzelmeinkre, mivel Kétu itt vannak ilyen kármikus témák, ami a múltaddal áll összefüggésben. A kilences életházban vannak az utazások, külföldi kapcsolatok, de ez az utazás lehet egy belső út is. Itt van nálad a kos jegye bolygók nélkül. Jelen pillanatban itt mozog Mars bolygó, az mutatja a te erődet, az lehet egy belső út, de jelent egy férfit is. Az lehet egy külföldi kapcsolat, vagy egy közös utazás. Itt a kilences életházban, a kos jegyében mozog Uránusz bolygó, az indiai számítás szerint, és hoz változásokat, meglepetéseket. A tízes életház a legmagasabb pontja a horoszkópnak. Itt vannak a célok, hogy tudod a céljaidat elérni. Itt van a nyilvánosság és a hivatásod. Itt található nálad a bika jegye. A bika jegye olyan nyugodt, élvezi az életet, te élvezed a nyilvánosságot, azt is, ha a középpontban vagy, és mások értékelnek téged, a bika jegyénél gyakran értékekről van szó. A te horoszkópodban nincs itt bolygó,
viszont az ő horoszkópiában az ő holdja a bika jegyében van, és ő szereti az életet, a nyugalmat, ő ezt élvezi, a szép környezetet is. Erre szüksége is van, mert a hold az mutatja az ő érzelmi világát. Kell neki a nyugalom. A 11-es életházban vannak a barátok vagy csoportok, de a remények is. Itt van nálad az ikrek jegye és Jupiter bolygó. Az ikrek jegye az mindig mozgásban van, és vannak barátok, baráti körök. Neked erre szükséged is van, Jupiter bolygó ez megnagyobbítja, kiszélesíti, és Jupiter bolygóhoz számodra szerencsét ezen az élet területen, de Jupiter bolygó mutatja a belső tudást, a bölcsességet, és ha te ezzel tisztában vagy, hogy vannak vágyaid, terveid, álmaid, és hiszel ebben, Jupiter bolygó szerencsét hoz neked, és ezt játszadozva könnyen, mert itt az ikrek jegye hat. A 12-es életház mutatja a titkokat. De a 12-es életház az nem látható, az minden olyan titokzatos, itt van nálad a nap a rák jegyében. A rák jegye visszahúzódó, emiatt a nap jól érzi magát itt ebben a titkos házban, viszont a nap szereti azt is, ha látható, ha kimutathatja magát, és ez kihat a te egyéniségedre. Gyakran úgy érzed, hogy mindig így árnyékban vagy, vagy mások átnéznek rajtad. Vannak napok, amikor ez neked jót tesz, mert nyugalomra van szükséged. De vannak napok, amikor szeretnél a középpontban lenni, szeretnéd azt, ha elismerést kapnál. Ha nem így van, akkor hajlamos vagy arra, hogy megsértődj és visszahúzódj. Az ő horoszkópjában az Uránusz bolygó van itt a rák jegyében. Uránusz bolygó az nem a személyes bolygókra utal, mert mindenki, aki ebben az évben született, amikor ő született, mindenkinek az Uránusz a rák jegyében van. Ez abból adódik, hogy Uránusz bolygó lassan mozog. De mégis hat, mégpedig arra, hogy úgy éli ő az egyéniségét, ha ezt a rák jegyét éli át, a családi kapcsolatokat, de ez a rák jegye mutat még valamit. Nem csak az otthonunkat, hanem egy belső otthont. Ez olyan, mint egy szent hely, ahol mi érezzük ezt a belső erőt, amikor meditálunk, az jót tenne neki. A te horoszkópodban a Mars bolygó a határon van, mégpedig a szűz jegyében, a határon az oroszlán jegyéhez. Az annyit jelent, hogy te mindkét oldalt ismersz. Mars bolygó hat a szűz jegyében, de neked megvan arra a lehetőség, és ezt át is éled, hogy mindig visszatérsz az oroszlán jegyében. A szűz jegye visszahúzódó, olyan csendes. Az oroszlán jegye viszont a középpontban áll. Te mindkettőt átéled. Számodra mindkettő fontos. És amikor olyan nyugodt és éled a szűz jegyét, előfordulhat, hogy kritikus vagy magaddal szemben, és ez téged elbizonytalanít, akkor szükséged van a háttérben lévő oroszlán jegyében, amikor hangos vagy, mindenki észrevesz téged, és végre a középpontban vagy. Így ez a határ akkor érezhető nálad, ha mások téged
provokálnak ehhez, és ilyenkor megvéded magad. És mások csodálkoznak, mert nem így ismernek téged, de ezt is ki tudod mutatni. Az ő horoszkópjában a nap és a hold szemben áll, a nap a szkorpión jegyében, a hold a bika jegyében, az azt jelenti, hogy ő egy teli hold napon született. Az indiai asztrológusok azt mondják, hogy azok, akik egy teli hold napon születtek, azoknak szerencséjük van, mert az élet útjuk be van világítva. Ők látják, hogyan tovább. Viszont ez a szemben álló pozíción olyan, mint egy tükör, itt tükröződik valami, az jelenti az apai és anyai kapcsolatot is, az emlékeket, a gyermekkorát, viszont azt is szimbolizálja ez a teli hold, mivel nap és hold szemben áll, ez olyan, mint egy mérleg. Ő mindig mérlegeli a dolgokat. A nap az kihat a gondolataira, amit ő tudatosan átél, a hold pedig az érzelmeire, a belső öntudatára kell, hogy ez mindig egyensúlyban legyen, így érzi ezt a kiegyensúlyozottságot, ezt a belső nyugalmat. Nála a nap és Mars bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll, az azt jelenti, hogy együtt hatnak a szkorpión jegyéből, ez mutatja az ő férfiasságát, ezt nem csak kifele mutatja, hanem ő így érzi belsőleg is magát. A Vénusz bolygó nála a mérleg jegyében, ez az ő elvárása, hogy ezt a nyugalmat, ezt a kiegyensúlyozottságot és ezt a harmóniát a párkapcsolatban élje át, és ez nyugtatóan hat rá, ez a bizonyos hölgy, a szív hölgye, a lelki társa, és erre a nyugalomra, erre a párkapcsolatra, erre a szerelemre szüksége van. Kedves Lara, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!